amit ebben a pár napban, az elmúlt hétben Istentől kaptunk. Jó Atya személyén keresztül, Szent Péter utódján, Assisi Szent Ferenc és Pádvai Szent Antaltól, mind-mind közben járóink az Istennél, mind-mind szószólónk az Istennél. Azt mondja Szent Pál, hogy van szószólónk az Atyánál, Jézus Krisztus az igaz, szövetséget. Újra és újra megújítja bennünk az Isten gyermekséget. Azt az Isten gyermekséget, amellyel megajándékozott bennünket, születésünknél fogva a keresztségünk által, és kijelölte számunkra az utat. Sütettél bennünket, és ezzel tökéletessé és teljessé tetted a veled való kapcsolatot. Ha mégis emberi mulasztások, figyelmetlenségek termelik a szívünket, lelkünket, tárjuk most az Isten elé. Gyólom, a mindenható Istennek, kés nektek testvéreink, teket testvéreink, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, az Istenünkhöz. Uram, irgalmas, ez Krisztus népet számára, Pádvai Szent Antalt kiváló ige hirdetővé, és gondjaiban hathatós közben járunk, és minden nehézségben érezzük támogatásodat, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad áll. Mert az Úr tett föl engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, és Istenünk bosszújának napját. Küldd engem, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek, és a bűnrabjainak szabad életet hirdessem. Alleluja! Kiválasztása után Jézus kiválasztott már 72 tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szánt. Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut, az úton senkit se köszöntse. Én azt egyétek és igyátok, amiük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba értünk. Kedves zarázat testvérek, keresztény ember életének, a keresztény ember életében vannak kegyelmi helyek, és vannak kegyelmet közvetítő emberek. Pádvai Szent Antal ilyen ember volt. A 13. század egyik legnagyobb kegyelmi embere. Azt jegyezték fel róla, hogy ahol ő járt, és ahová elment, mindenhonnan korábban már kétszer jártam Pádvában, ez a harmadik alkalom, papként a második, és akkor még a bazilika felé vezető útak mentén csak ennyi volt írva, hogy Il Santo, nemhogy Szent Antal bazilika, nem mutatta, nem volt névi, most példakép áll elénk, akire felnézhetünk, akitől tanulhatunk, akinek közbeni járását kérhetjük. Található az ő szobra. Mert az emberek fontosnak érezték, hogy Szent Antal mellettük álljon.
bizonyára velünk is többször megtörtént, hogy kértük az ő segítségét egy nehéz helyzetben. Számunkra lehetetlen, a hittel megkaphatjuk. Ugyanúgy, amint Jézus mondott, hogy nem én, hanem a hitel gyógyít meg téged. És miért? Elküldött, hogy a szegényeknek örökét vigyek. Igen, akin az Úr lelke van, az örökét tud vinni. Szent Antal nagyságáról, és a mélyre temette már magában az Isten arcot, hogy látszólag képtelen a felemel. Pedig Szent Antal ilyen volt. Ahogy Bea is elmondta, özönlöttek hozzá az emberek, és mindenki a saját nyelvén hallotta azt, hogy a gyóntatószék nem más, mint az Istennek a háza. Mert visszatalálunk a Teremtőhöz. Mert a bűnösök így békülnek ki az Istennel. És folytatta, hogy a gyóntatószék nem csak az Istennek a háza, hanem a mennyország. Minden nap be kéne vennie ellenéket is. És a bűn nélküli életből fakadhat. Olvastam egy kedves kis történetet egy remete szerzetesről és egy egérről szól. Ez a remete szerzetes minden nap reggeltől estig a sötét barlangjában imádkozott. Imádkozott és fohászkodott az Istenhez, a népért, a világért, az ő megtérésért, az ő fölemelkedésért. Történt egy ilyen alkalommal, amikor imádságban merülve az Istennel beszél, egy egér jött oda a sötétbe ő hozzá, elkezdte rágni a sarviát. Megkérdezte tőle, hogy szerzetes. De hát nem látod, miért szavarsz? Az Istenben vagyok, az Istennel beszélgetek. És akkor ez a tanulságos kis mese szerint az egér ennyit válaszol. Hogyan beszélgethetsz az Istennel, amikor rá sem ügyek? Mindjárt tanulságos. Sokszor vagyunk úgy, és sokszor mondják a kedves testvérek a Szentvonásban, hogy figyelmetlen voltam az imádságban, hogy elkalandoztak a gondolataim. Valamennyünkkel megesik. Nem tudunk az Isten útját mi haladni. Igaz, hogy a szentek közben járók az Istenért. Ahogy Szent Antal is, de nem csak, hogy közbeni járó, mert tanító volt. Egyben erre tanít ma bennünket. És Jézus is, ahogy annak idején egy-egy csodálatos korán hitet kér a meggyógyított betegtől, hitet kér a vakon születettől, azt kérdezte tőle, hiszen az ember fiában. Ki az Uram? A hagyatkozást jelenti. Egy belső nyitottságot Jézus iránt. Az ő tevékenysége, az ő működése felé. Ahogy nem lehet megállni az életnek az útján sem, hanem mindig tenni, és tenni kell, és menni előre, ugyanúgy a lelkélet útján sem. Hiszen ha gyermekeink, szeretteink megmaradnak egy bizonyos szinten, mondjuk az első áldozás vagy a bérmálás szintjén, mintha 10 vagy 14 éves korában meghalt volna, és nem lenne tovább élete. Pedig a lelki életben is tovább kell képezni magunkat. Erőt meríteni a szentmiséből,
erőt meríteni szentjeink életpéldájából. Vannak nagy szentjeink, Istennek hála, hogy otthonainkban is, és azért fohászkodjuk az Istennek, hogy őt is mielőtt szentjeink között, nagy magyarjaink között tudhassuk. Szent Antal biztosít bennünket az ő közben járó imájáról, biztosít bennünket az ő hűségéről. És most ezen a szent helyen picit mi is csendesedjünk el. Kérjük Szent Antal közben járó segítségét, hogy egyéni és közösségi életünkben is gyümölcsöket tudjunk teremni, és ilyen legyen egész keresztény életünk. Papokra is, hiszen a testvérek szolgálatában állunk. Testvérek ugyanezt élik meg a család körében, másokat szolgálni. És ha mindenki egy kicsit is szolgálna a másikat, hogyha nem az önzés a saját érdekünk lenne, egyedül a fontos.
Szent Antal közbeni járására, minden égi és minden földi áldásra, áldjon meg benneteket a minket szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ér, járjatok békében. Isten meg.